pedig a vihardob. Vagy ősmorajlásékernek is hívják. A Jóga Világnapja alkalmából vasárnap reggel 8 órakor hangszerek kíséretében a főtéren napüdvözlő jógaórát tartottak. A bemelegítéssel fogunk kezdeni, ezt követi majd a napüdvözlet gyakorlatsor, ami egy 12 gyakorlatból álló komplex gyakorlatsor, ezt fogjuk majd gyakorolni, illetve levezetőként jógaflót fogunk még levonyolítani. 130-an jelezték a részvételt, de a rossz idő sokakat eltántorított. Ez az óceán dob. A merészek egy igazán emlékezetes jógaórán vehettek részt, melyet hangtál, esőbot és sok más a természet hangjaira emlékeztető hangszer kísért. Ezek nagyon-nagyon lazító hangok, tehát ezek nagyon jók, bár a hangszerek között vannak olyanok, aminek erősebb hatása van, amik élesebb, hangosabb hangok, ezeket hangfürdőnél szoktuk használni. A jógának életkortól függetlenül sok pozitív élettani hatása van, fizikálisan és mentálisan egyaránt. A villámcsődület résztvevői remélik, hogy hagyományt teremtenek a közös jogázással. Azért tartom fontosnak, hogy népszerűsítsük a jógát itt Szombathelyen, hogy mindig annyira irigyeltem a pestieket, hogy ott minden hónapban van egy ilyen flashmob nyáron, hogy végre Szombathelyen is történik valami. A legkisebb jógások 6 évesek voltak, akik otthon és az Ovi Jóga keretében sajátították el eddigi tudásukat.